Itt vagyunk. 23 per 27. 23 per 27. És azt jelenti, hogy 4 darab relikviát kell már csak összegyűjteni. Egyébként, meg nem ilyen tetszett egyébként a Metal Gear Rising-os intrózások egyébként. Most Metal Gear Rising a napokban, meg Virgil, Virgert, mindenféle OST-k voltak most. Muszáj volt ez, most amúgy is ilyen hangulatban voltam most. Hát most már egyszer mindenképp be kell nyomni azt a Metal Gear Rising-os végjátszásos streameket is egyébként. Szóval most ezt a, amin a múltkori, a tegnapi streamen szenvedtem, szerencsétlenkedtem a Hanging Out-ot, megcsináltam 1 perc 2.92 streamen kívül igazából, meg a Cold Hard Fest is, 1 perc 50, igazából ötesen fél óra volt a kettő, úgyhogy igazából tehát nem is szenvedtem olyan sokat igazából, meg meglepő módon. Annyit szenvedtem a múltkori napon, hogy már ezekről álmodtam már bazony. Úgyhogy gyakorlatilag már csak a izé van hátra. A tetején lévő pályák, ez a Piston It Away, a Night Fight, meg a Space Out, meg van egy secret pálya. Reméljük a hang egyébként megfelel. És nem lesz hangos. Bízok benne. Ismerősöm 2 éve még 20-nak nézett ki, most 27 éves és 45-nek néz ki totál egy másik ember. Azt mondja, geci be. Ugye az Istenbe lehet ez egyébként. 2 év alatt egyet megváltozni, hallod. Azon gondolkodtam, hogy először talán a izéket kéne, a könnyebbeket kéne. És én úgy vettem észre, hogy a Night Fight, meg akkor az a Totally Fly, gyakorlatilag mind a kettő éjszakai sötét pályák azok, amik egyszerűek lesznek. Ez a 4 közül. Majd a Piston It Away, meg a Spaced Out, azok lesznek igazán nehezek. Ezek itt, még hát ezt így azt gondoltam, hogy sikerül átfussak, de ugye ez, hogy nem sikerült. Hát ez elég ilyen érdekes kezdés volt, hogy mit nem mondjak. Takarodja innen. Azt hittem nem veszi fel. Bazzeg, és azt hittem, hogy át tudok menni mellette. Rákos egerek mellett. Csöves egér. Nyilván ezek a gyíkokkal, kamionokkal vigyázni kell már. Hát igen, ezt jól lecseztem. Jól elbasztam ezt. Mert a nitrós látákat akkor nem szabad elpörgetni. Kivéve akkor, hogyha van esetleg egy maszkod, de hát nem volt, mivel hogy hát ilyen nagyon hülye módon sikerült elcsesszem. Tönkre vágni. De no problem. Mert most már azért sikerült ezen átmenni, anélkül, hogy veszítettem volna maszkot, meg most már is így megcsináltam faszányosan, meg ezek egy alapból is rövid pályák azért. Hát ez, igen. Ez jó hülye megoldások voltak. Hogy amúgy is sebződtem, hogy igazából csak fokadtam volna, szátrolantam volna az egészen, majd megsebződök, vagy nem. Csak nyilván ilyenkor gondolkodik az ember, ilyenkor próbál maximalizálni, hogy hát ha sikerül átugrani azon a részen, anélkül, hogy gondok legyenek. És azt hittem, hogy megöl. De hát is mentünk a pályán, és kérdés az, hogy sikerül-e az arany. Sikerült. Jó van. Mondom, gyorsan élt, illetve házasodás után elengedte magát. Ja, hogy felszedett pár kilót, akkor gondolom én. Hát egyébként azt veszem észre egyébként sok helyen, hogy az emberek házasság után szoktak azért elengedni magukat, mondhatok ez, hogyha már megvan a házasság, mondhatok kezdve, és elköteleződtek, utána azért sokkal nehezebben teszik rá magukat, hogy diétázzanak, hogy visszafogják a étkezéseket, meg hogy elmények esetleg mozogni, edzeni. Hát 4 másodperc még rámaradt, úgyhogy az még egész jó volt.
És akkor most még szerintem visszamegyek a hitbox pályára. Totally Fly-ra, az még egyszerűbb lesz. Utána a két szar pályát hagyom a végére. Nos. Ez főleg azért is, mert hogy az ember már este családot alapít, utána már azért gyakrabban az áll fenn, az a dolog áll fenn igazából az embereknél, hogy ott van a, most esetleg nézzük a férfi oldalt, ott van a férfi, ott van az apuka, ott van például a feleség, nagyba főzít legfinomabb kajákat, és hát akkor hogyan Istenbe akarsz te diétázni, hogyan Istenbe tudsz te egyáltalán diétázni, hogyan tudnád egyáltalán megtartani a vonalaidat, hogyha ilyen non-stop napi szinten jönnek a jobbnál jobb kaják. Hát ez így szinte esélytelen, és meg is haltam. Szevasz Kristóf! Arany relikviából gazdag estéket. Szevasz Kristóf, már meg is lett egy arany relikviát, már meg is csináltam egyébként. A Night Fight pályán. És most a Totally Fly nevezetű titkos pályán vagyunk jelenleg. Ez lesz az utolsó könnyebb relikvia, és akkor már csak 2 darab relikviát kell megszerezni. A Piston It Away-t, valamint a Spaced Out-ot. A két legszarabb pályát. Magyarul. Na ott lesz kurva anyázás, az biztos egyébként. Ja, baszki, most mi jutott eszembe, hogy itt ezzel ráugrok, hallod? Csak úgy próbáltam volna tovább menni, de ez fieség volt. És most igazából az a tervem, kedves Kristófkám egyébként, amúgy meg miatt még amíg én elmondom a tervemet, addig mi újság veled, Kristóf, hogy telt a napod? Voltak családi összejövetelek, vagy sem, voltak egyebek? Csak most nyugodtságok voltak, voltál valahol? Én is gyakorlatilag, hát eléggé cselekvőképes. A tegnapi napnál sokkal cselekvőképesebb napom volt, aztán most nemrég érkeztem én is haza. Megint elfejtettem egyébként, hogy ezért. Most. Lokodőm és Simmel szerintem titanikozunk, hoppá. És vasárnap. Legközelebbi szív az vasárnap lesz, az egy jó messze lesz. De esetleg jövő vasárnap, hogy utána legyen. Előtt eléggé elfogadni. Titkos. A titkosat. Hát most mutatom meg a titkosat. Ez egy fantasztikus titkos terület. Az fura, hogy most én is elhíztam 62-t. Hát te nem híztál el, Perfé, te nem híztál el, te pont, hogy mondta, hogy már alul tápláltságot visszavoltad egy kicsivel. Vissza kell. 2 szigetet megcsináltam. Kesnégyben haladgattam, kemény bosszok vannak ott. Én meg egyre több videót nézek arról a Crash 1-ről, Crash 4-ről. És az a kurvára tetszik. Egyre jobban tetszett nekem ez a Crash 4 halad. De nem jó ötlet ez, hogy sem volt nézeketek, mert egyre inkább van bennem az a dolog, hogy egyre inkább le akarom szarni be azon az összes Crash játékot, aztán 3 után 1-ből 4-re akarok menni. De nem lesz ez így egyébként. Ó, ez közel volt. Szóval még mindent tudom egyébként, de én nekem borzasztóan tetszik a Crash 4-nek a dizájnja. Már magában Crashnek a dizájnja is kurvára jó egyébként, nekem vodasztóan tetszik. A Ancient Trilogy-val ellentétben, mely szerintem ebben az Ancient Trilogy... Most nem vette fel a izét? Az jó. Mert őszintén szóval, vedd már fel, hát Istenem! A Ancient Trilogy-ban igazából őszintén szóval úgy néz ki a Crash, mint valami retardált tenészerdő. Tenészes feje van. Crash 4-ben legalább ilyen kicsit vagányosabban néz ki. Legalább. Na végre meg is van ez is legalább közben.
Majdnem elbasszam egyébként, de legalább meg lett. 59 másodperc. Mindenkinek rohadt jó dizájnja van egyébként, ja. Én is ezt mondom. Szóval nem is igazából most... Oké, Nickelodeon-os szerű dizájnja van, de hát milyennek kéne lennie? De a Crashnek pont, hogy ez teljesen jól áll egyébként. Tehát most hogy nézzen ki, mint a Limbo, vagy az Inside, vagy Little Nightmares, vagy az ilyen horrorisztikus, dark stílú fel legyen. Vagy ilyen ocsportány karakterek legyenek benne. Bazeg. Egyébként most, hogy így jobban belástam magamat a Crashekbe, most így belenéztem újra, így ilyen tekergetve persze, tehát megnéztem újra a Petinek a rangsor videóját egyébként. De most már vágom is, hogy miről beszél. És itt totál meglepődtem, hogy a Crash of the Titans, meg a Crash Mind of the Mutant ennyire szar. Ennyire alacsony szinten van. Ennyire izé. Ennyire bivaj basztárdos az a két játék. A közepes kategória legalján volt szinte. Kicsit, most így láthatatlanban, most 1 perc 23, és most láthatatlanban nekem most olyan érzésem van ezzel a Crash of the Titans meg Mind of the Mutant, mert annyira más az átlag Crash-ekhez képest. Olyan nekem, mintha ebbi olyan lenne, mintha ez a Sonic Boom Lies of Lyric lenne, csak a Crash világába. Kicsit. Csak hát nem biztos, hogy olyan szar, csak hogy nem pont a most a minőségre gondolok itt ez alatt. Na. Az jó volt. Nem pont a minőségre gondolok ez alatt, hanem a rendhagyósága miatt inkább. Nagyon jó időztem egyébként. Azt hittem, hogy túl késő lesz, megoldottuk. Hú, az nem házi volt, hallod? Meg épp vagy el akartam kezdeni már indulni. Ez lesz a nehéz egyébként. De hogy mind a kettő fasza, ha anyagolja az ember, hogy nem platformer, aha. Ja, az amiatt is szerintem lett olyan alacsony szinten szerintem a Petinek, hogy hát ő inkább platformer játékot szeretne, és ő nem bírta már pot igazából. De hogy nézzük a Legend of Spyro trilógia, és inkább ilyen beat'em up-os szisztéma. Mondjuk azok meg geci jók, mert tényleg. Azt megnézem, hogy azokkal kapcsolatban mi a vélemény egyébként, azokkal, mert azt is játszott a beat'em up. Igen. Mint amúgy a mindkettő, igen. Titans amúgy normálon is nehéz. Az jó. Nem is szépen nekem a Mutant jobban tetszik. Hát hogy látom a... neki is. Hát ez tök jó egyébként, egy időzítés. Ez az időzítés, ez fantasztikus egyébként. Hát most ez jó volt. Az igen. Ma azt hittem, hogy miért lehet csíp a vége. Hossz gombot nyomtam. Most kezdődik egyébként az igazi szopacs. Az igazi szopárfő csak most kezdődik. Főleg így, bazd meg. Yeah.
Épp, hogy nem tudtam átmenni. Hát ezen még az is jobb lett volna, hogyha fogom és leszarom inkább. Nekem leszopom magamat ezeken a csápos polit passzokon egyébként. Tiny modellje tényleg abszurd. Igen, azt láttam egyébként, elég érdekes dizájnja van. Szóval ennyire szar, ennyire nehéz egyébként a izé? A... Ezek a beat'em up-os játékok. Titans meg ezek. A Mutant is, akkor ott is van a point. Van akkor igazából nehézségállítás akkor. Tehát nem az, amit a ezekben a játékokban, hogy konkrétan nincsen nehézségállítás. Igazából itt egy van. Egyfajta nehézség van. Azzal kell gazdálkodni. De azt kell megtanulni, hogy most melyikek azok a tápos gecik, amik, hát, amik így felnyílnak, és melyikek azok, amik nem nyílnak fel igazából. Sok van még hátra, bazd meg. Ez nem tudom ez, hogy az Istenbe lesz ez meg egyébként, baszki, és ott volt a vége. Jó, meg is haltunk szerintem. Hú, bazd meg, ez is olyan szar. Azért szar. Hát kibaszottul ki van centízve, hát már bazd meg. Már a aranynak a legutolsó sarkába voltam már. Konkrétan még az is necces volt, hogy az aranyat megszerzem. Hát bazd meg is. Hát ennyi bazd meg. Hát nyilván lehet ennél jobban is sietni, de bazd meg. Hát. És ez meg, ezen meg leszopod magad. Hát ez geci. Anyád ilyenkor hogy érzi magát, bazd meg. De utálom a tájéntejülöket. Hát. Látod. Főleg ez. Főleg ezek. Főleg ezen a pályán, bazd meg. Ezen a pisztolyt övei, meg a space dial, tehát az öngyilkosság. Öngyilkosság. Öngyilkos leszel. És ezekkel fogok szopni, bazd meg. Órát. De az a szerencse legalább, hogy ezek most ettől eltekintve, hogy kurva szarok. Ettől eltekintve, nincsenek olyan szinten túltolva, mint a egybe. Az egybe, ott baszki, hát ott a sunset vista az 4 perces oda a pálya. Ha azt elbaszod, hát az tudod mi lesz akkor. Akkor azt mondod, hogy jó van, köszönöm, az életemnek vége. Köszönöm, inkább akaszthatok fel. Azért is nem csináltam azt, hogy streamben ez, hú, bazd meg. Borzalom volt. Hát, ez minden szempontból szarabb kör volt. És
akkor ilyenkor bazd meg, ilyenkor most mi a, mit érezhet az ember ilyenkor bazd meg? Faszom lesz itt mat bazd meg. Tudod mi lesz itt? Zab. Kibaszott zab a számba. Azt kell ide bazd meg. Lótáp. Ja, négy percnél kb. Most mennyi volt ez? 1 perc 24. És... 1 perc 23, ember! Egy másodperc kellett volna! Az előtti, amikor az utolsó kis baszás megölt, ha azon bementem volna, az meg lett volna. Mert ott sokkal jobban álltam. Ott sokkal jobban álltam idővel. Ott legalább egy 5 másodperce jobban álltam idővel kb. Szóval ez még mindig jobb, mert csak egy perces az a pálya. Menj már! Aj, Istenem! Jó, mindegy, ezt hagyjuk is inkább, ez amúgy is egy szar kör volt. Ez is sok időt elvesz ilyenkor, hogyha megfelelő időben kell kezdeni. Úgyhogy ha lemaradsz erről is, ez is rengeteg értékes másodperc. De hogyha elfelejti normálisan megszerezni azt az idő megállítót. Ó, de de tudtam. És itt, jó, de, na mindegy. Meg úgy, mert nagy szerencsém volt egyébként. Már megint elbasztam. Megint rosszkor nyomtam a kezdésre. De igazából most legalább időlve tudtam. Szóval is az a szar egyébként, hogy... Ha! Mi kísért meglépjem-e? Épp tiszta vagy egészségű. Jó, de kísért engem egy gondolat, hogy meglépjem-e? Mi? Mi az? És mi az a gondolat? Ha öngyilkosság, akkor én szívesen közel állok hozzá egyébként. De te neked nem kell, majd megteszem én. Ez az. Ez egy nagyon jó gondolat volt. Legközelebb is kérek hasonlót majd. Hú, darab bűntudat. Hogy kicsapjam a nagy bőrös fasz, vagy ne csapjam ki a bőrös fasz. Hát nagyon jó kérdés egyébként. Megy! Ó, Istenem, inkább hagytam volna inkább. No. Éppen hogy.
csodás egyébként, hogy minden egy ilyen apró kis dolgom múlik egyébként. Ilyen kis apróságon megy el. Szóval eddig a pillanatig volt megint boldogságos ez a dolog, de nem baj, majd... Szóval amit akartam egyébként igen említeni, hogy, hogy miután befejeztük ezt a rágátos keskettőt, persze, hogyha végre adja magát az drága játék, akkor, akkor belekezdünk a Cash 3-ba, akkor szépen. Az pont. Pont volt. De nem ma! Nem. Ne vassz, Peti. Mi a helyzet? Mi a helyzet, Péter? Péter bár! Mi a helyzet? Tudom, hogy hallottam, hogy nagyon szeretett, hogy a báznak. Nagyon ki a kotonyás, denevéres polipasz. Nem bármit, nem téged, hanem ez, a, ez az egész játékot. És várnom kell még itt másodperceket, ilyeneket. Ez most mi volt? Összup, ha bannolod Kristoffot egy tétre. Kábító ajánlat egyébként. Hát olyan sokan bannolták már, szerencsétlen. Annyi... Annyi helyről bannolták már, hogy már át ez már nem viselni jól. Vagy nem is ki lenne. Előző annyira moskoskú jól kezdődött egyébként, de jó, jó volt. És akkor még most belegondolunk, hogy a Spaced Out az mennyivel faszább lesz. Mi volt ez? Na mindegy. Hát ez igazából így az, teljesen jól, jól jött. De szerintem hogy mindenki csak bajnolni akarja, látod? Hát igen, ez valamiért éreztem egyébként, amikor elkezdtem. Amilyen jól kezdőt ment eddig, annyira én teljesen eszem ez az elmúlt egy másodpercen. Elmúlt 4 másodpercen pontosítva inkább. Így is jó. Létre is, hát nem kötelező mindenkit elkapni, legyőzni. Azt hittem véletlen, hogy elbasszom, de itt valamiért itt mindig elcseszem és mindig belemegyek. Most azt hittem, hogy ez most mellé fog menni, de azt hittem, hogy késő lesz. Ez most meg lesz, kérem szépen, srácok, ez megvan, 1 perc 17. Oké, kurva anya, ennyi. Szopjon le a játék. Most már csak egy van hátra, végre valahára, már csak egy. Már csak egyetlen egy, és szerintem is ilyen kurva rövid pálya, és az 1 perces.
Csak ugye vettem észre egyébként ilyen videók alapján, köszönöm szépen, szóval ilyen videók alapján néztem egyébként. Ez a Pispanit övé pálya, ez sokkal inkább ki van centízve, mint a Spaced Out. Szóval a Spaced Out az ott sokkal megengedősebb, ahogyan én láttam videókban. Bazi, nem néztem meg, hogy mennyi kell az aranyhoz, mindegy. Még mennyi egy perc lesz? Hát, ez a jó kérdés. Ez egy nagyon jó kérdés. Jaj, na nézzük. Utolsó pálya. Igen. Igen. Persze itt még, itt már animáció már megvolt persze. Ezek, hogyha fordítva csináltam, ezek, hogyha elkezdtem volna felülről csapni, akkor és alulról küldeni az áldást, akkor meg a másik volt miatt nem lett volna animációba, szóval ilyen, Hát így szépen lassan megyünk előre így. Szépen lassan ismerjük meg a izét, pályát, most egy teljesen mindegy, most ezt már esetleg egyszer megcsináltuk, meg ilyenek, hát egy teljesen más, hogy működnek itt a dolgok már. Most egész szól jött ki a lépés. Hát ez egy kurva gáz, kurva szar rész ez. Ez szülye, geci. Mi nem volt jó? Mi nem volt neked? És ez szülye, már még ott se volt a sárga, de bazd meg. Ez én leszopom magamat ezek az animációkon. Nem érem a keresnébe, itt nem lesz ilyen. Animáció. Én meg lekorszopom az animációk faszát. És ezek kis tók miatt. Hát én azért is kes ezek, nem csak kis tók miatt, hanem azért is, mert engem érdekel, meg szeretem. Tehát meg rohadtul tetszik nekem igazából. Aztán én ezért... Én nem csak kilógiázni fogok, mint az imó, hanem én franchise-ozok is, csak úgy, mint a kis tók. Várni. Jó. Most kíváncsi vagyok, hogy az emberek ilyenkor mit gondolnának ilyenkor egyébként, amikor most egy milliméter larré csúszol, és most itt a fejé helyett a csáprágójára, otrokára érkezel. Na akkor most úgy gondolja a játék, hogy most ez egy jó lesz neki. Ott rohának. A rohányjának. Mi van animáció? Na ezt akartam volna intézni, de ez is. Ez hülye. Ez egy hülye. Fogad a lábom sarka rajta volt az öldön. Érdekes volt, mit nem mondjak, de jó van, nekem mindegy. Nekem csak jó. De megvan a maszt legalább. Már.
gondoltam, hogy az nem lesznek be azért, mert most is így próbálom ezeket a körix kocka idétlen idióta kombinációkat, bazd meg. Nyomni, csak hát nem mindig jön össze, bazd meg, egyszerre meg tudom nyomni mindig azt a 6 milliárd gombot, bazd meg egyszerre. Hát mert megőrülsz, hát egy gombot nem nyomsz meg egy videójátékba, bazd meg. Videójáték alatt nem nyomsz meg ennyi gombot, bazdmeg, egy egész végigjátszás alatt, itt meg egyszerre kell megnyomni 8 gombot. Hallod. Itt bazdmeg a Reszefán Peti bazdmeg fogt és a Crash 2-t rakta be a jobb kategóriába, nem sem a Crash 3-at. Hát jó van. Elhozták. Megcsinálták. Elhozták. Persze, hogy ne? Most bezzeg a patánál nem voltam, bazdmi. Négyet is játszani fogja? Azt jó tudni. Na most ne hülyeskedjél velem. Mindegy, így is jó. Ez már eleve egy fura ember. Eleve egy fura ember. Basz meg. Azt mondod. Vannak pontok egyébként abban a rangsoros időben, olyan viccesen, ilyen viccesen fogalmaz egyébként. Elhozták, megcsinálták, megtették, tetszett neked, akkor elhozták ezt, ezt megtették. Jaj. Isten áldjon meg az a rákos pálya, bazdmeg. Szerintem ez a legszarabb a trilógiában, esküszöm. Ez a játék a legszarabb a trilógiában, ez Change My Mind. Change My Mind, ez a legszarabb játék a trilógiában. Úgyhogy nem játszottam még a hárommal, de láttam már részteket belőle. De az alapján abszolút a... Refidesz-te szar! Akkor kiharcolták maguknak a jogot, hogy különálló portot csinálja. Kérdésen a Titans-nek Nintendo DS-re. Csináljanak, nem? Kiharcolták a jogot, hogy csináljanak... Külön megoldják, nem? Ilyen menő zene alatt mondja. Én inkább azt nem értem egyébként, hogy mi az Istennek volt van értelme így két rang között, egy ilyen faszon macskás, meg kutyás, meg kukos két videókat belakosgatni, bazdmeg. Én kultra meg a igacukinak akarta csinálni ezt a videót, vagy nem tudom. Itt ott van a macska és leszopja az öreg asszonyt. Ott nyalogatja az öreg asszonynak a fejét. Nagyon jó. Van közel. Hatalmas közel van a Crash-hez. De hát... Már ez sem megy, hallod? Már ez sem megy. Hú, ez de jó. Nem voltam itt. Micsoda? Jaj, kis hobbi, akkor nem kell... Nem kell neked jobb bágya szondja. Időm engedi, szívesen megművelem a kertet, vagy megmetszegetek, fákat ültetek, sziklakertet építek, az igen. Ez jó egyébként, hogy neked ilyenek vannak egyébként. Lehet ugrani a játékban, oh my god. Lehet ugrani. Ezt melyikben mondta?
kezd elfárni a kezembe az anyag. Tehát sok egymás után ízétől. Spamelés több az anyag. Körix kocka. Ezeket kell spamelni. Egyszerűen beketyúzol. Beketyúzik az ember, és köszönöm szépen egyébként a feliratkozást is. És Perfi konkrétan fogja, és itt Ryan-nak meg így küld egy üzét. Egy ajándék. Feliratkozást. Hát köszönjük szépen Perfi a kedvességet, aztán Ryan, te meg érez jó magad a faszom melegében. Csak nem animáció! Animáció! Geci! Hát hogyha innentől kezdve, hogyha már meg fogom hallani azt a szót, hogy animáció, én esküszöm erre fogok gondolni, és így rémeket fogok álmodni. Rémeket álmodok. Gyötörni fognak a rémálmok. Igen, igazából itt meg az is elég, hogyha csak üzélek. De azért az való igaz, hogy azért Peti azért elég jól játssza a Crash-t egyébként, nem kérdés. Nyilván nem ott kezdte az ipart. De azt aláírom, én is. Ú, de jó időzítés volt. De szerencsé, hogy volt egy maxkom, hallod? Na nézzük. Jaj, srácok. Ez is megvan. Még sincs este. Istenem, végre. Megvan ez is. Mondom, 90-ből ő volt az afrikai e-sporter, igen. És kivitte a pályát MC Isti. MC Isti kivitte a pályát. Leszopták, legkomolyabb emberek voltak itt. Nagyon komoly helyez. 1:04. Tökéletes, teljesen jó, megkaptuk az öcsipmentet is. Fekete pofon, bekapott haver, igen, az nagyon jó az meg. Igazából is pont egy óra. Na pont ugye, ahogyan én időzítettem, meg én terveztem, az így meg is lett így, ugye, ahogy van. Megvan a tánc, az utolsó tánc, az végig nyomatjuk. És nyomatja a tűzijáték, hát ha már a tűzijáték, meg a izé, konfetti, és ennyi volt egyébként. Eldurrantottak kettő tűzijátékot, meg egy pár kófetit leszórtak, és ennyi ez a jutalom a 102%-ért, a lesz szenvedésért, hogy kaptál egy két konfettit, meg egy két tűzijátékot. Úgyhogy 102%. Ennyi. Végre sikerült tovább berekedni magunkat ezen a Drive Crash 2-n, úgyhogy végre valára elengedhetjük a Crash 2-t, befejezhetjük, 102%, ez a max, ez a legmaxosabb max, itt minden, szó szerint minden megvan, ami csak a szemszájnak ingere, úgyhogy. És hát akkor azt tudjuk most szépen csinálni, fogjuk, és kinyomom a streamet, de csak azért, hogy aztán
új szémet tudjunk indítani, és elkezdhessük a Crash 3-at. És egész jó időnkben vagyunk, még egyébként még bőven van még egy 3 órás streamben, és bőven időm.